A Csikostörtösi Szent Háromság templomon az elmúlt hónapokban a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT 15 millió forintos visszanemtérítendő támogatásából és 1 millió forint adományból valósult meg a tetőszerkezet felújítása, új cserépfedés készítése, függőeresz kialakítása és lefolyó csatorna szerelése. Ezen felül a homlokzat és a lábazat javítása, vakolatjavítás, festés és mázolás is történt a templom külső szerkezetén. A szentelési szertartáson Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a mostani nehéz helyzetben kiemelten fontosnak tartják az egyházak közösségépítő és erősítő munkáját. Az elmúlt időszakban az egész országban, a Kárpát-medencében is a legtöbb templomot sikerült felújítani. Ez körülbelül 3000 templomot, illetve egyházi közösségi teret jelentett. 200 új templomot is ezek közül építettünk, és én azt gondolom, hogy ezáltal hozzájárultunk ahhoz, hogy a közösségeinket, egyházi közösségeinket is meg tudjuk erősíteni. Csikostörtösön is 15 millió forintot biztosított a kormány erre a felújításra, a külső felújításra, a belső még nem készült el, és 1 millió forintos adomány, magánadomány által így 16 millió forint lehetett fordítani a restaurálásra. Remélem, hogy a belső és a templomnak 2023 folyamán el tud készülni, és akkor tényleg külsejében, belsejében is egy megújult, szép katolikus templommal találkozhatnak majd a hívek. A szentelési szertartást Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök, a pécsi székesegyház plébánosa, valamint Kovács Ferenc helyi plébános celebrálták. A pécsi egyházmegyének sok közössége van, amelyek közül több apró falvakban, a jelentős részük kis közösség, amelyek saját forrásból nem tudják megvalósítani a templomok felújítását, fogalmazta meg a püspöki helynök. Számunkra mindig egy nagy ajándék, amikor egy-egy szent helyünket, amely a közösségnek a befogadására épül, sikerül csinosítani, szépíteni, és különösen akkor, amikor ilyen nagyobb munkálatokat sikerül megoldani. A közösségnek az erejéből, vagy inkább támogatásból, adományozók jóvoltából, mert ez valamiféleképpen azt is mutatja, hogy ez a közösség él, igénye van arra, hogy használja ezeket az épületeket, szeretnék megtölteni élettel, és hát mi az élet pártján vagyunk, tehát örülünk annak, hogyha ha valaki Istennel keresi a kapcsolatot, és nem csak egyéni formában, egyedül, hanem közösségben is, testvérekkel együtt. Az egyházmegye szerte sok közösségünk van, ugye Baranya, Aprófalvas, Tolna, talán nagyobb települések vannak, de a közösségeink jelentős része eléggé kis közösség, és saját forrásból nem tudják előteremteni azokat a nagy összegeket, amelyek egy-egy templomnak a megújításához szükségesek. Ezért fontos minden támogatás, a magyar kormánynak a támogatása is, amit módszeresen egy program szerint juttatnak a különböző vallási közösségeknek, és hát az a szerencsés itt ebben a mostani helyzetben, hogy más támogatók is akadtak, tehát más is hozzá tudott járulni. Mindig az a jó, hogyha több-több oldalról sikerül bevonni tőkét egy-egy felújításba, sokkal inkább mindenki magának érzi utána az elkészült művet. A szentelés alkalmával Pintér Szilárd, a Csikostörtösi Faluszépítő Egyesület alelnöke örömét fejezte ki a beruházás megvalósulásáért. Tető volt a probléma, már évek óta házott a templom. 2020-ban egy szapár pályázat mentén, amikor még Csikostörtösen voltam polgármester, megszüntettük a statikai hibákat, de sajnos azóta nem volt lehetőségünk a tetőéjezet felújítására. 2022-ben értünk ezzel a lehetőséggel, és a Bethlen Gábor alapítvány segítségét és együtt dolgozva a plébániával nyertünk közel 15 millió forintot. Ez a 15 millió forinthoz még egy magánszemély adományát is hozzátettük, és nagy öröm számomra, hogy itt advent 4. vasárnapja előtt sikerült a felújított templomot átadnunk. Nyilván a belső képekből látszik, hogy van még munka, de hiszenek benne, hogy a közelő években ezt a belső felújítást is el tudjuk követni. És a 18. század második felében épült templom még több évszázadon keresztül fogadja a csikostörtösi közösséget,
és jó szolgálatot tesz, hiszen azt gondolom, ez a közösség ma is él, ugyan csak egy számban látogatják a templomot, de a fiatalságban bízom, és hiszem, hogy újból újra lesz egy olyan generáció, aki meg fogja ezt tölteni. A külsőleg felújított csikostöttösi Szentháromság templom egy újabb forrásra vár, amelyből a belső tér is megújulhat majd.